Sziasztok, kedves barátaim! Készültünk egy jó kis hírekkel. A címünk egyszerűknek. Egyszerű. Ma fogtam, és elindultam kamerával, vagy a telefonommal. Meglátogattam Krisna-völgynek a főkertjét, de aztán, mivel karantén van, és Krisna lakók általában termelni szokták a saját kertjükbe is, és egy pár kertbe benéztem, készítettem nektek egy kis szép felvételt, remélem, hogy fogtok élvezni. Nézzétek meg, ez sikerült felvenni. Kedves Dira Krishna Prabhu, te mit csinálsz most? Kikapálom a spenótot. Itt vagyunk a fólia sátrunkban, az egyikben, a háromból. Itt vannak a korai zöldségeink, legalábbis amit koraibra terveztünk, mint a többieket. Ez a fólia tavaszi korai terményeknek a helyszíne. Itt a tavasz, mi más lehet tenni, mint kimenni a kertbe, akinek van, vagy esetleg az üvegházba, fóliába, ők egy kicsit előnyben vannak, akárcsak mi itt ugye fóliát és üvegházat használunk arra, hogy még korábban legyenek termékeink, mint amit a szabadföldön el lehet érni. Aki teheti, akkor most már nyugodtan vethet szabadba is spenótot, retkert, borsót, még talán nem késett el vele, hogyha tudja megfelelően művelni, sárgarépa, fehérrépa, ezek mind mehetnek. Tehát egy kicsit beszélnék most erről az új tolikapáról, amit kaptunk, vagy vásároltunk az idei szezonra. Inkább nagyobb farmoknak, vagy kertészeteknek tudom ajánlani. Kisebb felületeken ezzel a gép kis tolikapával ugyanúgy meg lehet művelni minden felületet, mint amit nagyobb gépekkel, vagy amit már kézzel esetleg nem bírnánk. Az is biztos, hogy ez az eszköz ez inkább nagyobb felületen, tehát több ezer négyzetméternél hozza be az árát, illetve az erőfeszítést, amit kell vele tenni, de mindenkinek javaslom, mert nekünk már régi vágyunk volt egy ilyen precíz eszköz, ami a sort és a sor közt egyaránt tudja művelni, ezáltal is csökkentve azt a munkaerőigényt, ami a nyári szezonban a kertészekre hárul. Csipkebogyóbokor alatt levő kis csipkebogyó növevény. Ezt fogom ide rakni, ezt a sarkot szeretném itt bebokrosítani, mert innen jön az északi szél mindig, és nem akarom, hogy itt csak egy luk legyen,
vagy csak füvet kelljen nyírni, úgyhogy így összegyűjtöttem sokféle bokrot. Ezt is én ültettem még ősszel, ez meg egy kökény bokor. Ezt már itt, ezt a kis részt felástam, és be is ott vannak az eprek, igen, ezt már betrágyáztuk, és akkor hát pár epertővet kaptunk, ezeket már ide szépen elhelyeztük. Igen, a kisfiam nagyon sokat szokott segíteni. Én ajánlom mindenkinek, hogy kertészkedjen, még ha nincs is ekkora kertje, mert igazából még egy virágládában is lehet. Az én nagymamám kertesházban nőtt fel, aztán bekerült Győrbe egy panelba, és annyira hiányzott neki a kert, hogy a harmadik emeleti ablakába kirakott ilyen kis virágos ládát, és akkor fölé ruhacsipeszekkel odacsipeszelt valahogy ilyen nejlonokat. Hát nagyon nem szerették a szomszédok, mert kívülről elég furcsán nézett ki, de azért ott volt neki egy kis snidling, egy darab paradicsompalánta, és akkor mindig mondta viccesen, hogy megyek a kertembe, és akkor ólóval vagdosta ezt a pár szál dolgot. Hát nagy élmény volt az is. Hare Krishna. Most is körbeugrunk itt a kerten. Bhakti Pál Prabhu megkért mutassam be nektek. Az összes kert itt körülbelül egy 600 négyzetméter, amiből 400 négyzetméter ilyen zöldségekre van, 200-on pedig van 17 gyümölcsfa és két sor szőlő. Itt, ami mögött állunk, ez itt egy 40 négyzetméter, ez a fiúknak a kertje, ők saját maguk művelik. Itt borsót, répát ültettek már, a többi pedig majd még itt április folyamán fogjuk ültetni. Akkor ezekből a növényekből lesz a rukkola. Ezek a kicsik itt, ezek a rukkolák. Most kezdenek el nőni, és akkor nem sokára, 2-3 hét, akkor már lehet őket szedni. Itt vannak ezek a saláták, itt szépen sorzik. Ezek május közepe végére fognak beérni. Itt ezen a részen már a csicseri borsó van, ezek is most kelnek. Ez főleg ilyen lisztnek szoktuk használni, és különböző ilyen főzelékekbe is összefőzve. Azok itt előrébb vannak, ezeket már majdnem lehet itt szedni. Ezek már szépen nőnek, még pár nap is akkor azok szedhetők. Röviden így körbefutva ennyi, és akkor majd még várom, hogy 1-2-3 hét múlva újra bemutatom nektek, hogy mi nőtt ki. Hare Krishna! Köszöntök mindenkit, Hare Krishna! Meg szeretnélek hívni benneteket a kertembe, meg szeretném kicsit mutatni, hogy hogyan gazdálkodok itt Krishna völgyben. Most indul a kertészkedésnek a szezonja, már elvetettük az első magokat, kikerültek az első kis palánták, és hát most épp egy rövid öntözés lesz. Szerencsések vagyunk, mert vannak kutyaink, és akkor innét tudunk húzni friss vizet. Ez itt sárga répa lesz, meg zöldség, petrezselyem. És már el van ültetve egy ideje, de még nem kelt ki sajnos. De tettünk közé egy-egy hagymát is. Az azért, mert megvédi a sárga répát a lepkéktől. Ez a második év, hogy kertészkedek. És igazából örülök neki, hogy most készül ez a videó, mert nagyon sokat gondolok igazából minden kedves emberre, aki szereti a természetet, meg szereti így harmóniában, békében élni, meg minőségi életet élni, mert nekem az a véleményem, amit el szeretnék mondani nektek, hogy
Igazából, hogyha csak van egy kis területetek, egy pár négyzetméter, és azt felássátok, felkapáljátok, kigyomoljátok, és piacon vagy ismerősöktől vesztek palántákat, ha már csak van egy 2-3 paradicsom palántátok, egy 2-3 padlizsán, paprika, igazából heti egy óra munkával lesz rendszeresen friss, finom paradicsomotok egész nyáron, meg hát zöldségetek. Nem tudom honnan, de olyan illatok vannak, csodálatos, és ezért szeretnék mondani nektek ezzel kapcsolatban, hogy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengő gombot, kommentáljatok a videót, lájkoljatok a videót, sok boldogságot kívánok nektek, írjátok kommentekbe, kinek van lehetősége termelni otthon, vagy ki meg fog oldani, hogy legyen lehetősége. És sok boldogságot kívánok, köszönöm szépen, Hare Krishna! Technikai számunk 0389. Köszönjük támogatásodat!